Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Pillanatok alatt gyűlt össze az első 1 millió forint azon az adományszámlán, amit a Bonyhádi önkormányzat hozott létre. A város polgármestere, az alpolgármesterek és önkormányzati képviselők is adakoztak már, de várják magánszemélyek és cégek felajánlásait is. A pénzből bajba jutott családoknak segítenek majd, és a vírus elleni védekezésre is fordítanak belőle. Már várják a felajánlásokat arra az adománygyűjtő számlára, amit a Bonyhádi önkormányzat hozott létre. A Bonyhád összetart nevű számlán összegyűlt pénzt részben a vírus elleni védekezésre, részben pedig a gazdasági visszaesés miatt bajba jutott helyi családok segítésére fordítják majd. A számlanyítással az volt a célunk, hogy mindazok, akik ebben a koronavírus járvány okozta nehéz helyzetben lehetőséget tudnak adni arra, és lehetőségük van arra, hogy pénzadományjal segítsenek mindazoknak, akik nehéz helyzetbe kerültek, akkor ezt megtehessék. A számlán már napok óta gyűlnek a felajánlások, az első 1 millió forint már meg is érkezett. Lesz mit szétosztanunk, hiszen ahogy megnyitottuk a számlát, nem sokkal azután én magam magánemberként elsőként csatlakoztam az adományozók köréhez, és 500 000 forintot utaltam át erre a számlára. Majd ezt követően a város két alpolgármestere, dr. Régi Csaba és Szabó Tibor alpolgármester úr a két 200 000 forinttal csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. És sorolhatnám sorban az egyéni képviselőket, bizottsági elnököket, hiszen mindannyian éltek már ezzel a lehetőséggel. Összességében azt mondhatom el, hogy gyakorlatilag egy havi tiszteletdíjuknak megfelelő pénzösszeggel segítették és támogatták ezt az adománygyűjtő vonalat. Úgyhogy ma már több mint 1 millió forintot is meghaladó összeg került a számlára, bízom benne, és ez továbbra is gyarapodni fog. A pénz biztosan bajba jutott családokhoz kerül majd, de ennek pontos mikéntje még nem látható, ugyanis egyelőre nem lehet tudni, meddig húzódik el a járvány, és hányan veszítik el a munkahelyüket emiatt, mint ahogy arról sem tudni semmit, hogy milyen újabb kormányzati mentőcsomagok készülnek majd. A begyűlt adományoknak a felhasználásáról reményeim és terveim szerint a későbbiekben majd a képviselőtestület dönt, hiszen ma még nem tudhatjuk azt, hogy meddig húzódik ez a járvány, milyen újabb nehézségek várhatnak ránk, amik még ma nem is tudunk ellene védekezni. Azt sem tudhatjuk még, hogy a kormány eddigi segítő intézkedésein túl, azon az akcióterven túl, amivel a magyarországi családokat és vállalkozásokat kívánja segíteni, még milyen intézkedéseket hoz. Úgyhogy az én javaslatom az, és az elképzelésem, hogy a felhasználásáról a begyűjt adományoknak majd a későbbiekben döntsünk. A képviselőtestület tagjaitól várom egyébként, hiszen ezt megírtam számukra a javaslatokat, hogy pontosan milyen keretek között kerüljön az adomány felhasználásra. A számlára bárki, így cégek és magánszemélyek is utalhatnak. Bízom benne, és ez továbbra is gyarapodni fog, hiszen bárki csatlakozhat hozzá, mindazok a vállalkozók, magánemberek, akik úgy érzik, hogy ebben a nehéz helyzetben is segíteni tudnak. Az adományként összegyűlt pénz pontos felhasználásával kapcsolatos részleteket tehát már elkezdték kidolgozni a Bonyhádi önkormányzatnál. Befejeződött a Bonyhádi önkormányzat az Otthon lenni jó, süt a város elnevezésű kreatív kulináris versenye, mely meghaladta a várakozást, hiszen 39 vállalkozó háziasszony küldte 76 alkotását. A legjobbak átvehették a fődíjat is. Az egészségvédelmi szabályok betartása mellett került sor Filóné Ferenci Bolya polgármester és az Otthon lenni jó, süt a város kezdeményezés győztesének találkozójára. Farkas Friderika a jelenleg joghallgató a Pécsi Egyetemen, de saját bevallása szerint nagyon szereti a konyhát is. Ismerőseim biztattak, hogy jelentkezzek igazából, de szerintem minden részéből nagyon ügyes volt, és én azt gondolom ezekről a versenyekről, hogy igazából itt nem az számít, hogy ki mennyire ügyes, vagy mennyire tud sütni, hanem hogy mennyire nagy az ismerettsége az adott embernek. De nagyon örülök, hogy sikerült nyernem. Egy tofifi tortát sütöttem, tejszínkrémes tofifi tortát. Alapjáraton is szoktam sütni, de ez kifejezetten egy szülinapra készült egyébként. Friderikát meglepte a siker. Igaz ismerősei és barátai szavazataikkal mindent megtettek a győzelem érdekében. Filóné Ferenci Bolya azt mondta, szerették volna ezzel a kezdeményezéssel könnyebbé tenni a bezártságot, melyet a vírus járványban meg kell élni. Otthon lenni jó, süt a város címmel egy mozgalmat indítottunk. Annak az érdekében, hogy ha már
muszáj ebben a nehéz időkben többet otthon lenni és együtt lenni a családdal, akkor töltsük valami értelmessel és hasznossal is ezt az együttlétet. Akár egy olyan klassz hobbi valami a sütés-főzés, konkrétan most itt süteményeket vártunk. 76 alkotás érkezett a pályázatra, a felhívásra, 36-an jelentkeztek rá összesen, és Friderika nagyon tehetséges ifjú jogász hallgató, aki úgy látszik, hogy a konyhában is nagyon ügyes, nyerte meg ezt a közönségszavazat alapján eldöntött első helyzetet, ami gyakorlatilag 30 ezer forint értékű ajándékutalvány. Bízom abban, hogy amikor már túl leszünk ezen az egész járványügyi helyzeten, akkor lesz alkalmunk megkóstolni is ezt a gyönyörű tortát, mert hogy aki látta a Facebookon, azt nézette, hogy ha legalább olyan finom, mint amilyen gusztusos, akkor biztos, hogy egy nagyszerű süteményről, tortáról van szó. Én örülök annak, hogy ilyen sokan jelentkeztek, és bízom benne, hogy ha még hosszú időszak vár ránk, akkor újabb ötletekkel továbbra is csatlakoznak hozzánk a bonyhádiak, bármivel is állunk elő, mert szeretnénk, hogyha továbbra is fegyelmezetten, talán ennél, amit most élünk meg itt a húsvét közeletével, még fegyelmezettebben tartanák be a kijárási korlátozás szabályait a bonyhádiak is, mert hogy még sajnos nem vagyunk túl a nehezén. Az otthon létet könnyebbé tenni, talán kicsit színesebbé, mozgalmasabbá ez a cél. Ez volt ezzel a felhívással a célunk. Szerintem ezzel elértük. A közönség külön díjban részesítette a legfiatalabb résztvevőt is, és lássanak csodát, ő egy fiú. Fogad szeretettel, jó? Ebben mindenféle finomság van, meg egy szakácskönyv is, mert hogy van egy klassz bonyhádi szakácskönyvünk, úgyhogy forgasd azt is szeretettel, hát abból is majd elkészül valami. És akkor előbb-utóbb egyszer azt is megkóstoljuk, ha már nem lesz ez a veszélyhelyzet, jó? Marcell egyébként is bejáratos a konyhába. A saját bevallása szerint több étel került már kezei közül a család asztalára. Borsólevest, muffint, paulát. Az mi? Az egy siti. Marcell anyukája azt mondja, semmi baj azzal, ha egy fiú jól érzi magát a konyhában, hiszen a legtöbb sztárséf is férfi. Magától jött, és szívesen csinálja, igazából az interneten talált rá erre a receptre, mert a testvérevel pont azt játszották, hogy éttermet nyitottak, és kiírta a receptet, és mondta, hogy ő ezt meg szeretné sütni. Én bevásároltam, megsütöttük, és akkor pont rá a következő nap láttam a felhívást, és akkor gondoltam, hogy ha ez már ilyen jól sikerült, akkor nevezünk. Az otthon lenni jó süt a város győztesének, Farkas Friderikának 1100 szavazatra volt szüksége a sikerhez. A keresztény egyházak számára a húsvét kiemelkedően fontos ünnep. A járványveszély miatt az idei rendkívüli helyzet különlegessé teszi Krisztus feltámadásának ünnepét. A felekezetek vezetői mondják el a következőkben gondolataikat a húsvétról, annak megéléséről ebben a helyzetben. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ez a 2020-as húsvétot megelőzően. Kicsit furcsa lesz ez az idei húsvét, és földerenghet bennünk az a kérdés is, hogy hogyan lehet ilyen körülmények között húsvétot ünnepelni. Húsvétot lehet ünnepelni, de a húsvétnak elsősorban bennünk kell megtörténnie. Az evangéliumi történetekben, amelyek a húsvétról szólnak, sok meglepő fordulat található, és ezekben a meglepő fordulatokban van nekünk is most az idei évben részünk. Az egyik kedvenc húsvéti evangéliumi történetem, amikor az Emmauszi tanítványok mennek és találkoznak Jézussal, szomorkodva mennek az Emmauszi úton, el vannak keseredve, mert nem értik mindazt a történést, aminek részeseivé lettek. Nem értik, hogy az a Jézus hová tűnt, akiről azt remélték, hogy ő lesz a messiás. És valami ilyen reménytelenségben, ismeretlenbe való tartásban vagyunk mi is ebben az évben a húsvéthoz közeledve. Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust, a kenyértörésben fölismerik a Szentírás szavaiban, és ez a mi lehetőségünk is, Jézust fölismerni a kenyértörés közösségében, amihez most ugyan ritkábban jutunk hozzá, de megvan bennünk ezeknek a régi emléke, régi szentmiséknek az emléke, amelyben részesülhettünk. Most valahol ebben a
az idei húsvétban valahol ezekből az emlékeinkből is kell tudnunk élni, föleleveníteni az Istennek a szeretetét, azokat a történéseket, amelyeken átmentünk az elmúlt időszakban. A húsvétnak a hittitkát, a hitvallás úgy fejezi ki, hogy harmadnapra föltámadt a halottak közül. A húsvéti valóságba, Jézus föltámadásába vetett hit, az mindig az ember szabad elhatározásától is függ. Jól lehet, az újszövetségi beszámolók eléggé megalapozottak. A húsvétban az is megmutatkozik, hogy mi az Isten terve az emberrel. A halál hatalma, a szenvedés, a betegség alatt álló emberrel új életet teremt az Isten az ember számára, és ez az új élet, ez elsősorban az örök életre irányul. Jézus Krisztus az ős mintája ennek az embernek. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremmény, a régi megszűnt, és valami új valósult meg. Csendes ünnepünk lesz, a megszokottól eltérő, de a szívünkben, a családunkban és az egyházunkban ez az csendes ünnep mégis valami nagyot szólhat. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, reformátusokat, katolikusokat, evangélikusokat, más felekezethez tartozó testvéreket egyaránt. A húsvét evangéliumát szeretném olvasni, úgy, ahogy az írva található a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 24. részében, annak elsőtől a 12. tartó verseiben. Így szól Isten igéje. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták. És amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket. De azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtől, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint Jakab anyja Mária, és más velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Így szól Isten igéje. Kedves testvérek, a húsvéti evangélium megszólít minket. Húsvét hajnalán, az első húsvét hajnalán az asszonyok a sírhoz mennek, Jézust keresik, a halott Jézust, de nem találják. Egészen másképpen alakul a húsvét története, mint amire ők számítottak. Mondhatjuk, hogy mi számunkra is ez a mostani húsvét rendhagyó. Egészen más, mint amire talán néhány héttel ezelőtt számítottunk, amikor elterveztük a hosszú hétvége programját, a kirándulást, a szabadidőt, a családdal együtt töltött időt, elterveztük, hogy mit készítünk az ünnepre, sok minden most más. Másképpen alakultak a dolgok. De ahogy ezek a húsvét reggelén Jézus sírjához induló asszonyok is meglepődnek, csodálkoznak, félelemmel telnek meg, ugyanakkor az élő Jézussal találkoznak. Azt gondolom, hogy így lehetséges a számunkra is,
ha nem csak a külső dolgokra nézünk, hanem a hiányt keressük, hogy mi hiányzik most, mi az, ami rendhagyó, ami eltérő, ami másképpen van, hanem a lényegre koncentrálunk. A lényeg pedig az, hogy az élő Krisztus jön felénk, közeledik, szólít meg bennünket, ahogy az asszonyokat, ne féljetek, én vagyok az. Ez a Jézus az, aki ma mindnyájunkat szólít, ne féljetek, én vagyok az, veletek vagyok. Ebben legyen velünk Isten áldása, ebben a mostani helyzetben is, hogy az élő Krisztussal való közösséget megélhetjük valóban úgy is, hogy otthon vagyunk, akár egyedül, a tévé képernyője, az internet segítségével egy közvetített Isten tiszteleten, lélekben mégis résztvevőként megtörhetjük mi reformátusok otthon, családi körben, szeretteinkkel, szűk körben is a kenyeret, az úrvacsorai sákramentumot is így vehetjük, lehet családi Isten tiszteletünk. Sok minden más, nem a nagy templom, nem a nagy közösség, de talán Isten ezzel a mostani helyzettel pont arra figyelmeztet bennünket, csendesedjünk el. Abban a nagy rohanásban, ami jellemezte az életünket korábban, és sokszor az ünnepünket is, hogy nincs leállás, most Isten valamiképpen figyelmeztet, szinte kényszerít arra, hogy leállva, elcsendesedve, elgondolkozva, ráfigyelve éljük az életünket. Amen. Húsvéti evangéliumot hallottuk, ebből egyetlen verset idézek. Amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. A húsvét hajnali történet két fontos, de látszólag negatív motivumon alapul. A rendetlenségen és a hiányon. Az asszonyoknak dilemmát okozott, hogyan is fogják elhengeríteni a követ a sírról. De abban biztosak voltak, hogy ott találják Jézus testét. Helyette a világtörténelem legnagyobb csodáját élték át a rendetlenségben és a hiányban. A kő elhengerítetett. Jézus teste nincs ott. A legnagyobb hiány lett, ami húsvéti ünnepünk alapja. Ez az ünnep varázslatosan rendhagyó. Hihetetlen nagy öröm lett a számunkra a Jézussal való találkozás, a feltámadás öröme. Legyen ilyen a mi ünnepünk is. Amen. A kereszténység legnagyobb ünnepére, nagypéntekre és húsvétra készül az egész világ. Akkor, amikor nagypéntek és húsvét a keresztény hit alapját, Jézus halálát és feltámadását hozza elénk, hitünk alapjáról beszélünk. Nagypéntek ünnepén, ahogyan a mögöttem lévő oltárterítő fekete színe is jelzi, Krisztus haláláról emlékezünk meg. A Filippi levél Krisztus himnuszából ez a mondat áll előttünk, Jézus Krisztus engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfán elszenvedett haláláig. Ebben a mondatban benne van Jézus szenvedése, benne van Jézus szenvedésének vállalása, az, hogy ő az Atya akaratából indult el és vállalta ezt a halált. De nagypéntek ünnepében benne van Jézus győzelme is, hiszen a kereszten, bár ő meghalt, mégis ott győzte le a nagy kísértőt, az embert mindig elpusztítani szándékozó sátánt. Éppen ezért nagypéntek a szomorúság a gyász mellett mégis a győzelemről is beszél. A győzelmet teljesíti ki Isten húsvét hajnalán, amikor is a sírból előhozza szeretett fiát Krisztust. A Jelenések könyvében az első fejezet 18. versében olvassuk, Krisztus mondja, halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. A mostani napokban, hetekben még inkább hangsúlyos Jézusnak a bizonyságtétele, a feltámadt Úr mondata. Hiszen mindannyiunk számára megerősítő és
reménységet keltő az, hogy Jézus ma is uralkodik, ma is él. Erről beszél az üres sír, erről beszél számunkra a kiteljesedett húsvéti győzelem. Ezen a mostani ünnepen nehezen éljük meg azt, hogy templomaink üresek, és megpróbálunk mindenfajta módon eljutni testvéreinkhez, azzal az üzenettel, azzal a krisztusi bizonyságtétellel, amely az élet győzelméről beszél. Nem adhatunk úrvacsorát, nem élhetünk most Krisztus testével és vérével, de talán megnő az a vágy, hogy amikor majd újból együtt lehetünk a templomi közösségben, újból vehetjük az Úr testét és vérét, még inkább megéljük azt a közösséget, amely az élő Úrral köt össze bennünket. Legyen ez a mostani ünnepünk éppen ezért, ennek a bőti, vágyakozós időszaknak az alkalma, és adja, hogy az ünnepen tudjunk elcsendesedni, Istenhez fordulni, Istenhez kiáltani. Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmazz. Te, aki az élő Isten vagy, ments meg bennünket. Amen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!